osztály vendégeinket, tanárainkat és diákjainkat. Hagyományainknak megfelelően idén is megemlékezünk iskolán névadójáról, Kodály Zoltánról, híres zeneszerzőről. E napon szokásainknak megfelelően koszorút és virágokat helyezünk el az emléktáblának. Megkérem iskolánk énekzene tagozatának vezetőjét, Rózsa Bernadettet, hogy megnyitásaként mondjál meg a tisztelt kollégák, tisztelt diákok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 131 évvel ezelőtt, ezen a napon, 1882. december 16-án Kecskeméten megszületett Kodály Zoltán. Zeneszerző, zenetudós, zenepedagógus, aki mindig azon gondolkodott, hogy hogyan juthatunk előre. 65 évvel ezelőtt megszületett a Kodály szisztéma, ami az egész világot bejárta, és mindenütt élnek vele. Céljává vált a nemzetnevelés és a zeneoktatás megújítása. Ez az iskola, a mi iskolánk is él a Kodály koncepcióval, amely 1982. december 16-án Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából vette fel a Kodály Zoltán Gimnázium nevet. Az egész országban Pécs volt a második olyan város, ahol Kodály Zoltán patronálásával indult el a gimnáziumi énekzenetanozatos oktatás. November 29-én és 30-án ünnepelte a pécsi énekzene tagozat 50 éves fennállását. 29-én egy emlékezetes koncertet hallhatott a közönség a pécsi Ferencesek templomában, ahol a Bartók Béla leánykar mellett még három nagyszerű dobos énekelt. November 30-án a jubileum zárásaként itt a Kodály Gimnázium aulájában 8 kórus szép éneklése tette emlékezetessé ezt az ünnepet. Szeretném elmondani, hogy ez a rendezvény, ez a jubileum volt kedves tanáromnak kezdeményezésére, Kertész Attila Lisztdíjas partnernak volt köszönhető, hogy megvalósult, akitől jó magam is nagyon sokat tanultam, és nagy tisztelője vagyok. Nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy a Kodály koncepción keresztül a pécsi énekzeneoktatás ilyen magas szintre emelte, és ezt az örökséget igyekszünk méltó továbbvinni. Ezen gondolatok